A Szabadkai Befogadó Központban ideiglenesen élő iskoláskorú migráns gyerekek számára megszervezték az iskolai oktatást, mégpedig oly módon, hogy nem a gyerekek járnak az iskolákba, hanem gyakorlatilag az iskola jön ki hozzájuk, azaz a szabadkai általános iskolák tanárai oktatják őket itt a Befogadó Központban. A legkisebbek számára reggel 8:30-kor kezdődik a tanítás, de a gyerekek többsége csak később sétál be a Szabadkai Befogadó Központ gyerekkuckójába. Tamara Milenkovics újvidéki pszichológus koordinálja a foglalkozásokat. A tanítás pénteken kezdődött. Deca su podeljene u dve grupe. Prva grupa je od uzrasta deca uzrasta od 7 do 11 godina i oni imaju časove od 8:30 do 10, dok starija grupa koja je od 11 do 14 godina, oni imaju časove od 10 A szakember azt mondja, az órákat szervül és angolul kombinálva tartják. Az első tanórákon a projektben résztvevő Jován Mikics általános iskola pedagógusai voltak jelen. Ők előzőleg egy felkészítő tanfolyamon estek át. Nastava će biti u obliku radionica, s obzirom da postoji jezička barijera, ali će se prilagoditi upravo tim uslovima u kakvima se može komunicirati sa njima. Jelenleg mintegy 15 általános iskoláskorú gyerek van a Szabadkai Befogadó Központban, akikkel minden órán egyszerre két tanár foglalkozik. Játékos testnevelő órákat, valamilyen kézügyességi játékokat, tehát ilyen barátkozós játékokat játszunk, amivel kicsit közelebb kerítik egy kicsit ehhez a környezethez, meg megpróbálunk velük pár szót megtanítani, amíg itt vannak, hogy tudjanak közlekedni, kommunikálni az emberekkel. Szabadkán nem is lehetne az iskolák meglévő osztályaiba integrálni a migráns gyerekeket, mert ez az utolsó állomás helyük, mielőtt az EU irányába indulnának, így gyakran váltakoznak, van, aki csak pár hetet tölt itt, magyarázta a pedagógus. Játékos módon, dramatizált feladatokkal tanulják a legfontosabb szavakat, nem csak szerbül és angolul, hanem németül is, mert a legtöbbjük úti célja Németország. A hétfő délelőtti tanítási órán még kézzel, lábbal és képekkel értették meg egymást az oktatók és a migráns diákok, meséli Snežana Čutura, szerb nyelvtanár. Organizovali smo radionice, malo likovne, malo matematičku, neku kreativnu radionicu, pravili smo malo origami, učili smo malo slova, komunicirali od engleskog, srpskog do arapskog i nekog njihovog ferdi jezika. Képes könyvekből tanulták például egy-egy állat nevét szerbül, angolul és arabul. Közben énekeltek és rajzoltak, valamint egyszerű számtan példákat oldottak meg. A migráns gyerekek oktatásának célja az, hogy ezeken a foglalkozásokon keresztül megadják a gyermekkorhoz köthető legalapvetőbb örömöket és tudást.